Édesapám, maga megint kikezd a parasztjányok? Nem paraszt ez, fiam, épészlát. Ez az a föld, ahol tökéletes burgonyák teremnek, hogy tökéletes avikó hasábburgonya készüljön belőlük. Frissen fagyasztott és egyszerűen elkészíthető anélkül, hogy olajat használnánk. Csak annyit kell tennünk, hogy jól előmelegített sütőbe tesszük, és percek alatt tálalásra kész az aranybarna és a ropogós hasábburgonya. Avikó hasábburgonya, véget nem érő is csoda, Avikó. Ez az a föld, ahol... 170 Celsius fokon a forróságban a széndioxid reakcióba lép környezetével. Miközben a hőmérséklet tovább emelkedik, az összetevők szerkezete alapvetően megváltozik. Így készül a legfinomabb sütemény. Electrolux. Mi értünk hozzá. A Avikó hasábburgonya, véget nem érő is csoda. Avikó. Jó napot kívánok, kedves nézőink, híreink következnek. Jézus Krisztus feltámadását köszöntve ma, húsvét vasárnapján országszerte ünnepi szentmisét, illetve Isten tiszteletet tartanak a templomokban. A húsvétot a nyugati keresztények, így a magyar keresztény nagyegyházak is mindenkor a tavaszi napéj egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap ünneplik. A keresztény vallási előírások szerint Krisztus feltámadásának ünnepét bőti időszak vezette be, a húsvét szó ennek a végét jelenti. Az idén a nyugati és keleti keresztények egy időben ünnepelnek. A Neue Kronen Zeitung című bécsi bulvárlap szerint az osztrák határőrizeti szervek Magyarországról érkező menekült hullámra készülnek fel. A lap felderítési adatokra hivatkozva úgy tudja, hogy hazánk menekült táboraiban túlzsúfoltság uralkodik, így 1000 afgán menekült már meg is alkudott az embercsempészekkel, sőt ki is fizette szolgálataikat. A lap szerint tegnap a kora reggeli órákban már is 63 illegális határátkelőt fogtak el Burgenlandban. Krisán Attila, a magyar határőrség szóvivője határozottan cáfolta, hogy az osztrák határőrizeti szerveknek sok ezer fős menekült hullámra kell számítaniuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország és a környező országok között Jugoszlávia kivételével érvényben van a Nemzetközi Visszatoloncolási Egyezmény. A szóvivő ugyanakkor elképzelhetőnek tartotta, hogy a befogadó állomásokat illegálisan elhagyó külföldi menekültek az osztrák-magyar határ felé veszik útjukat, azt viszont kizárta, hogy a jól záró magyar határláncot át tudják szakítani. A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett a Rákóczi út Blaha-Lujza tér Baross tér közötti szakaszának felújítására. A munkálatok 690 méter hosszú útpálya és járda burkolatának cseréjére, a forgalom irányítási rendszer felújítására, valamint az utcabútorok kihelyezésére terjednek ki. A pályázat szerint a munkákat több ütemű forgalom elterelés és korlátozás mellett kell végrehajtani. A közlekedési beruházás munkálatainak jó részét a nyári szabadságolások idejére ütemezték, hogy a lehető legkevesebb forgalmi fennakadást okozzák. Az adóhivatal állam háztartási bevételei tavaly 4160 milliárd forintot tettek ki, ami 16%-kal haladja meg az 1999. évit, jelent meg az adó- és pénzügyi ellenőrzési hivatal múlt évről szóló beszámolójában. A kiemelt adók közül az előirányzottnál kevesebb folyt be a társasági adóból, több lett viszont a bevétel személyi jövedelemadóból és az általános forgalmi adóból. A magas áfa bevételeket az APEC a kedvező gazdasági folyamatokkal magyarázza. Külföldi híreink.
Pokolgép robbant egy izraeli katonai ellenőrző pontnál Cisjordániában, sebesülés azonban nem történt. A hadsereg szóvivője szerint egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a detonációt. Az izraeli rádió azonban úgy tudja, hogy házi készítésű robbanó szerkezet lépett életbe, lépett működésbe. A római katolikus egyház palesztíniai pátriárkája vallási egységre szólított fel, és a halálos katonai erő alkalmazásának beszüntetését követelte. Az amerikai kémrepülőgép Kínában fogvatartott személyzete tegnap hazaérkezett Washington állambeli támaszpontjára. Kétnapos Hawaii kihallgatása után a 24 amerikai katonát a haditengerészet szállítógépe vitte a Seattle-től 80 kilométernyire lévő White Bee szigetére. George Bush amerikai elnök a rádióban fejezte ki a haza köszönetét a 21 férfinek és 3 hölgynek, akik a köszöntő ceremónia után 30 napi szabadságot kaptak. Robbanás volt tegnap éjjel egy londoni levél szortírozóban, az incidens következtében azonban senki sem sérült meg. A brit rendőrség az északír szélsőséges valódi irát gyanúsítja a merénylet elkövetésével. A csoportot 1997-ben alakították az ira olyan tagjai, akik ellenzik a béke folyamatot. Ők vitték véghez a legvéresebb észak-írországi merényletet is. Egy autóba rejtett pokolgép 1998. augusztusában Omaghban 29 ember életét oltotta ki, és több mint 200-at megsebesített. Csecsen fegyveresek tegnap Groznyban agyonlőtték Vlagyimir Moroszt, a csecsen főváros főügyészének helyettesét, munkatársát pedig súlyosan megsebesítették. A lázadók 3 napon belül a köztársaság második magasrangú tisztségviselőjét ölték meg, ráadásul a tegnapi merényletet Vlagyimir Putyin orosz elnök csecsenföldi villámlátogatásának napján követték el. Végül néhány szóban az időjárásról. Napos, hűvös idő van, délutántól északnyugaton, északon kisebb csapadék is előfordulhat, a délutáni hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, nézzék továbbra is a Satellit Televízió műsorát, és látogassák honlapunkat a www.satellit.tv címen. A viszontlátásra! Grinta a Pekperegótól. Keresse a Brandon áruházakban. A saláta is lélegzik, akár csak az ember. Oxigénre van szüksége az életben maradáshoz. Ha becsomagolva tesszük a hűtőbe, halálra ítéljük. Csomagolás nélkül viszont hosszabb ideig megőrzi frissességét. Az Electroluxnál tudjuk ezt, mert mi értünk a hűtéshez. A Víkó hasán burgonya, véget nem érő is csoda, a Víkó. Kók kapitány, 6. rész.